Üdv! Mint egy nyugdíjas otthon. Vigyázz a szádra! Nyugalom, nagyapa. Csigavér. Dehogy? Tan elment az eszed? Csigavér? Mégis hogy merészelsz így beszélni apámmal? Santiago, emlékszel, amikor azt mondtad, hogy találjak ki egy összeget? Jó ötlet volt. Szerinted mégis hány nullát írjak a végére? De... Alejandro, meg tudod magyarázni, miről beszélsz? Az apád pontosan tudja. Apa, mi baja van, elmondanád? Elment az esze? Hogy merészel így beszélni veled? Valamit forgat a fejében. Ez mindenre képes. De hogy? Mintha aggódnál, apa. Látom, nagyon csodálkozol rajta, hogy valaki végre az elevenedre tapintott. Inés. Na? Megtettük a feljelentést. Mindent elintéztetek? És hogy is hívták Koko felügyelőnek? Igen. A barátjának elintézte a papírmunkát soron kívül. Igen, kicsit furcsálódta, hogy csak az ő lakásukat törték fel az egész házban. Tudtam, hogy semmitek sincs. Mint lenne, Tango? Még az ócska tévét sem vitték el. Na hát... Különös. Tatu már alszik? Nem, elmentek kávézni Gizsóval. Hogy? Kivel? Gizsóval? Nem tudom, Gizsóval, a barátjával. Hadd élje ő is az életét. Nem, én nem akadályozom meg semmiben sem. Én nem, de... Nyugi, csak a sarki kávézóban. Nem izgat, de mégis... Azt mondta nekem, hogy a barátja. Megfojtad. Dehogy folytom meg, nem Tango, de ő a lányom is, vigyáznom kell rá. Csak ő maradt nekem az egész világon, senki más, ennyi. Kávézó. Megérre az, Paz. Add ide a mobilom. Ne vegyen fel. Szívesen csevegnék vele. Van miről. Nem tudod, mennyi mondani való lenne a számára. Add ide a mobilom. Jó, rendben. Rendben, nyugi. Ne húzd fel magad. Beszélj szegénnyel. Biztos hiányol már, és te itt vagy. Egyedül. Halló? Asszonyom, én vagyok. Ágirre, micsoda meglepetés. Sajnálom, hogy telefonon zaklatom, de van egy kis problémám. Mi a baj? Valakik betörtek ma a lakásunkba, és hát mindent felforgattak. Ne. És nem esett bajuk? Nem, jól vagyunk. Igen, jó, köszönöm. Nem voltunk itthon, amikor ez történt. Hála Istennek. Na és mit vittek el? Nem is tudom, mindent felforgattak, csak hogy nem értem, hogy miért. Nincs semmink. A szép. Halló? Halló? Aguirre ott van? Igen. Elvitték a széfet. Milyen széfet? Fontos iratok voltak benne, családi iratok. Aguirre nem maradhat a lakásban, és ezt most nem maga miatt mondom. Ide figyeljen, gondoljon a lányára. Mi lesz, ha visszamennek és otthon találják? Köszönöm. Nos, köszönöm, hogy hazakísértél. Köszönöm. Igazán szívesen. Tudod, nem szívesen megyek el. Érted, indultam. Ki ez? Kivel voltál?
Nem ismered. Egy barátommal voltam. És mit szaladt el? Fél? Nem, csak... Smucigalak, fogd. Beszéltem Pazasszonnyal. Azt mondta, miután elmeséltem a történteket, azt mondta... Szóval, hogy visszaköltözhetünk hozzájuk, ha szeretnénk, de... Várj, ne örülj annyira! Dolgozhatnánk cserébe a szállásért, de én nem is tudom, hogy... Igen, 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 mondd, hogy jó léci, kérlek, kérlek szépen, kérlek szépen. Ezt szeretnéd? Igen, apa. Ez a lakás, nem is tudom, annyira lehangoló. Itt mindenről anya jut az eszembe, és annyira elszomorít. Mehetünk rögtön. Mi ez itt? És a joghurt? Hol a joghurt? Nincs itt a joghurtom. Jaj, én asszonyom, annyira sajnálom, már nem bírom tovább, ez a ház túl nagy nekem, látja, elfelejtettem a joghurtot. Igazad van, kedvesem, igaz. Ó, Rubi, 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 fel kell ide venni valakit. Igen, minél előbb, asszonyom. Ó, Egek, mihez kezdjünk hát így, igen, Rubi? Fogalmam sincs, nincs. A reggelimet, Rubi. Azonnal hozom, uram, elnézést. Te már mész? Milyen kár. Vártam, hogy elmeséled, mit mondott Agirre. Szegény fickó, kemény, hirtelen megözvegyülni. Még szerencse, hogy számíthat rád, van, aki megvigasztalja. Kei szerencse. Őszintén mondom, hisz mindig számíthat rád. Törődsz vele, babusgatod, vigasztalod. Igazán szép tőled. Nem érdekelsz többé. Jó reggelt, apa. Szép jó reggelt. Apósom, velem reggelizem. Mi ütött beléd? Hé, ne beszélj velem ilyen hangon. Ne? Azt hiszem, nem értettél meg. Isten ments, hogy újabb szívrohamod legyen. Ha az én pártomat fognád azzal szemben, akkor én is hallgatnék a viselt dolgaidról. Ne kerülgesd a forrókását. Ha akarsz valamit mondani, akkor ki vele, halljam! Ne idegesíts, mert ha egyszer ideges leszek, akkor biztosan elszólom magam arról, hogy Agirre felesége a lányad volt. Olyan sok minden történt itt, nem? Nem sok minden, Tatu, csak éppen rossz dolgok. Le kéne cserélnünk az árakat. Igen, minél előbb, anya. Sziasztok. Sziasztok. Kész vagytok? Igen, készen. Igen. Jó. Menjünk. Mondjátok, biztosan elmentek az Acsával Urien házba? Én nem igazán, de Tati viszont igen, ő szeretne. Igen, ott van munkánk, elfoglaljuk magunkat, érted? Há, jobb lesz. Tati, szomszéd, hiányozni fogsz. Igen, te is nekem, nagyon. Nos hát, remélem jól döntöttetek. Én is, igen. Én ezt köszönök mindent. Ne. Hát, viszem a bőröndödet. Ne, nagyon nehéz, hagyd csak itt nekem. Ne. Ez Tati holmia, nem a tiéd. Csak azt, rendben. Hívom a liftet, gyere. Megyek utánad.